egészen elképesztően sokan vagytok. Ez az elmúlt pár hétben csodával határos módon már elhangzott, de nektek köszönhetően ma este is elhangzik, hogy ez abszolút rekord. Soha ennyien nem voltatok még vírusesten, soha ennyien nem igazoltak még vissza vírusestre. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, és természetesen Lidi Dömpernek és Alföldi Robertnek, hiszen ez elsősorban valószínűleg nekik köszönhető. De hát ez egyúttal az utolsó alkalom ebben az évben, legközelebb januárban várunk benneteket, töretlen lelkesedéssel újra hetenként, de előtte még élvezzük ezt a mai estét. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a színpadon az este házigazdáját, Lidi Dömpert. Szép jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget. Örök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk, biztos mindenki rám kíváncsi. De gyakorlatilag mindegy, főnökömnek szoktam mondani, hogy mindenkik a vendégek csak csilingeljen a kassa. Hát ugye jelen esetben ez egy non-profit este, bár ezt már egy picit meg is bántuk azóta, mert szeretünk volna, és itt kérek elnézést azoktól, akik nem fértek be, illetve ha belenézik a kamerába, akkor a külső helyiségben lévőket is, hello! Szeretném üdvözölni, és elnézést kérek tőle, hogy nem személyesen látnak, és nem érzik az én fantasztikus parfümöm illatát, de mentünk volna, például ide a VAM Design Centerbe próbálták a kislányok elintézni, de hát ilyen elképesztő összegre gondoltak, amikor a nevemet meghallották, hogy gyakorlatilag sőt 100 000-ért hajlandóak engem csak beengedni, úgyhogy aztán maradtunk itt a Colorba, remélem azért mindenki kényelmesen fog ülni. Andriskáik meg vannak? Na, kedves kollégám, őnek kiköszönhetitek a hajam, köszönhetem a hajamat, úgyhogy csak azt csókolnak. No, drága barátaim! És ennek örömére, hogy ilyen szép számban összegyűltünk, mint egy 90 percig fogok magamról beszélni, de nem, csak 5. Mert hogy azért ennek a vírusónak vannak ilyen kis pici standard dolgai, hát az egyik ilyen, hogy a lámpa folyamatosan villog föl alá, a másik pedig a... De látom, hogy ilyen hatással vagyok még az elektromosságra is gyakorlatilag, de a lényeg az, hogy hallottok és látszottok. Tehát, hogy egy picit átvesszük az elmúlt fél évet, ezzel szoktunk indítani. Nem olyan túl sok programban vettem részt fél év alatt, úgyhogy ezt azért szeretném nektek megmutatni. Ki az, akit nem érdekel? Nagyon kedvesek vagytok. Senki nem merte föltenni a kezét, mert kizavarom és hatal jönnek a helyére. Na kérem szépen, tehát vírus lömpes alfedő. Hát ez csak a nyitókép, ugye? Itt rögtön. Biztos rosszat nyomtam, ahogy szoktam. Melyiket kell, drága pannikám? Ezt, nem? És meg is érkezett. Köszönjük szépen. A kezdet és a vég gyakorlatilag az idén nyáron nagyon édes kisfiú voltam, nem mondhatjátok, hogy nem. És most se vagyok nagyon csúnya. A nyáron voltam 50 éves, és azért ebből a köszönöm, nagyon kedves. Ez nagy-nagy ünnepség sorozat volt az Alter Ego klubba, az én állandó helyemen, és készült otthon esetleg, hogyha lesz időtök karácsonykor két beigli között, meg lehet nézni, az Index csinált egy videót ebből az alkalomból. Nagyon helyes, kis 8 perces, nem egy túl hosszú anyag. Hát természetesen ugye felrakták az oldalukra, illetve a Facebook oldalra is, és hát ott azért bőven kommentálták. Hát nem írtuk ki a kommentet, mert azért a 18-as karika nem mindenhova fért volna, de az egyik kommentelőnek az volt a neve, hogy Predatorné Marika. Ő volt a kedvencem, ami ő gyakorlatilag azzal sumázta a dolgot, hogy bazd meg, tőled rohad a világ. És mondtam, hogy megtisztel gyakorlatilag, tehát ilyen, azért ilyet nem mondanak minden nap mindenkire, hogy tőled rohad a világ. Úgyhogy én örültem neki, hogy ilyen jelentőséget tulajdonított az én személyemnek. Bár hát azért nyilván én ezt, hát egy picit vitatnám talán ezt a dolgot. De érdemes egyébként a kommenteket is, mert először jöttek ezek a nem nagyon szép kommentek, mint Marikáé, de utána aztán beindult azok az emberek meglepő módon, akik saját arccal és igazi névvel, mert hát valószínűleg nem így hívták Predatorné Marikát, ugye? Lássuk be! Tehát, hogy utána aztán saját arccal, névvel megvédtek a polgárok, és ez nagyon jól esett, nagyon kedves volt. Na kérem szépen!
A szülinapom után pár nappal elutaztam Párizsba, ez egy furcsa út volt, remélem, hogy életem utolsó érzelmi megnyilvánulása volt valaki felé. Ebből gondolhatjátok, hogy ez ma már ugye semmit nincs ebből az ég adta világon. Sőt, már a repülőn is úgy jöttünk vissza, hogy ki a jobb szárnyon, ki a bal szárnyon ült, viszont kurva drága volt, úgyhogy köszönjük, így mulatt egy kelemföldi proletár, hogy akarom mondani, budai úriasszony, hogy elviszi az ő drága egyetlenét, akiről azt gondolta, hogy ő az egyetlene. Elviszi Párizsba egy pár napra, na szócs erről többet, mert jól néztem ki. Na ez a képezben nem Párizs, ez a szülinapomhoz annyiban kapcsolódik, hogy az én Raduj Laci barátomtól, aki itt ül a terembe, mert egyébként szarik megnézni, de ha ide jön az Alföldi, akkor persze ő is itt van. De hát vigyelj, csak nagy vaddal lehet őt is becserkészni, hát tényleg, orosz dénesért nem jött ide. Pedig édes volt nagyon. Ki tudja, ki az orosz dénes? Aha. Ő rendezte a coming out-ot, és nagyon édes faszit. Na, de nem is ez a lényeg, hanem Laci barátom az 50. születésnapra meglepett egy kanadai repülőjeggyel. Én nekem nem nagyon volt, úgymond, nem kedvem, hanem hogy nem volt annyira fontos destináció Toronto, hogy átrepüljem egy ilyen toronyéra a fél óceánt, vagy a fél világot, mert egy klasszikus nagyváros igazából semmi az égvilágon nincs benne, leszámítva a Niagarát, ugye, ami hát egészen elképesztő, de hát arról nem hoztam képet, csak magamról. Úgyhogy Laci barátomtól kaptam a repülőjegyet, ő régi osztálytársánál laktunk, úgyhogy ezt két hotdogból, meg három metrójegyből megúsztam ezt a torontói kirándulást, bár ez így túlzásra, mert Helsinkiben 3 eurót költöttem a reptéren. Na kérem, vendég voltam a Pádödő együttesnél a Klub Rádióban, tehát csak egy ilyen kis összenet. Édes Mari Györgyi, imádjuk őket, örülök, hogy ott voltam. Na, drága barátaim, valamit akartam mondani, csak azt nem írtuk ide a papírra. Jó, ezt akartam mondani, hát tényleg. De akkor ez itt van. Leszek még néha egy picit ilyen szertelen, ezt lássátok be, még sok nőnek vagyok sminkelve. Tehát, hogy igen, bár csak jókat szabad mondani, mert annyi nő van itt ma este, hogy az van miért. Tehát majd megkérdezem Robit, mennyire ül ennek, hogy csak nőire jókai vannak. Én mondjuk azért tudnék csipegetni a fiúk közül is, hogy esetleg kirajonghatna, értem egy kicsit. No, de nem is ez a lényeg, a napokban, vagy egy-két hete mutatták be a Swing című produkciót, ahol hát azért lássuk be, nem főszerepet alakítottunk. Ott egyébként a háttérben az irtózatos lila rőzsébe tartózkodok én is szemüvegbe, mert úgy voltam vele, hogy már később berakom a lencsét, hát erre elkezdődött a forgatás, hát akkor szemeges volt a karakter. De hát ez nagyon nem osztott, szorzott, mert pár másodpercre fel-fel villanunk. Betty Blue van még ott fehér, vagy hát ilyen világos színű hajjal még mellettem, és elő a két Eszter és egy Franciska. Ki az, aki látta a filmet? Hát arányaiban gyakorlatilag nem sokan, de jó volt, én szerettem, úgyhogy tessenek elmenni, megnézni, most úgyis ráér mindenki karácsonykor, két beigli böffentés között menjünk moziba, és nézzük meg a Swing című filmet. Kulka János csodálatos transzvesztita benne, róla már a múltkor mutattam képet, most direkt nem hoztam, hogy legyen bennetek egy kis hiányozat, és hát Törölcsik Marinak az utolsó dala, az pedig egészen elképesztő és megható és szívfacsaró, még jó, hogy szétvagdosták, mert így legalább nem bőgtük szarrába magunkat, hanem ilyen vágóképeket raktak bele. Na, drága barátaim, hát gyakorlatilag ez történt velem az elmúlt fél évben, úgyhogy ezt betartottam az 5 percet, hát picit túlléptük, de nem baj. No, kérem szépen, hosszú hónapok óta szerveztük, és ti nem akartok látni, mert édes pont az oszlopnak így beálltak. Igen, gondolkodtok, hogy kivesszük az oszlopot, csak akkor megszűnik a pince. Mert egyébként tényleg terv volt egyébként, hogy megszüntetjük az oszlopokat, de hát akkor egyben magunkat is megszüntetnénk, az meg nem egy túl jó dolog. Szóval, drága barátaim, hónapokon keresztül szerveztük a mai estét, próbáltunk megfelelő időpontot találni, ugye egy rendkívül elfoglalt emberről van szó, nem is nagyon hosszan, nem is tudom kimondani. Alföldi Róbert, drága barátaim! Csak a labdának.
parancsolj! Hát csak azért, hogy haladjunk, tehát nem tapsikolhatunk, mert én ráérek, jó, meleg van, addig se otthon ég a villany, tehát én ráérek, nekem ez nincsen. Elképesztő voltál az elmúlt hat percben. Már milyen? Hogy elképesztő. Ja, mert szeretem az embereket, szeretek beszélni, és igen, csak ülni nem tudok ebbe ezekbe. Mit csinálni? Ülni. Álljunk fel, vagy? Nem, csak elegánsan nem tudom. Ülni. De ember. Nagyon jól nézek. Szedd jól nézek így? Ja, azt hittem, hogy a lábadon ülsz. Ja, nem. Hát ezt kell másfél órán keresztül, tele is lehetne vágni érzést szerintem nélkül. Gyakorlatilag, ha a lábamon ülnék, de nem követünk el ilyeneket. Az elfej, igen, tudtam, hogy mit felejtettem el mondani, mert nem írtuk ide. Igen. Tehát, hogy ez a beszélgetés alapvetően, bocsáss meg mindjárt, jössz. Tehát, hogy ez a beszélgetés alapvetően egy ilyen nagyon szubjektív, azt fogom kérdezni, hogy engem érdekel, ha ez kegyedékkel találkozik, akkor jó, ha nem, akkor így jártak. De azért azt lássuk, hogy én nem egy Weisser Alinda vagyok, aki az M8-on ilyen kettőkor olyan beszélgetést tudott csinálni egy MTS bogarásszal, hogy még a nyugdíjasok szeme is kipattant. Már annak, aki nem vitt vizeletmintát reggel az SZCK-ba. A többi az már rég verte a hunyót, hogy föl tudjon 5-kor kelni a kis csészével. Tehát, hogy igen, szóval azért, meg azt sem szeretném, ha ez olyan lenne, mintha a VV Aurelio Heller Ágnessel beszélgetne. Tehát, mert az is a helikopterezés rejtelmeiről. Tehát, hogy egy ilyen kis kötetlen, baráti, emberi, nem fogunk nagyon mélyen a művészetbe, nem folyunk lila ködöt, hanem csak ilyen, megkérdezzük, hogy vagy, és hazamegyünk. Hát persze ez mindegy 42 kérdésben. Tesszük fel, ahogy vagyod. És hát a számláló elindult, hogy az én panném nagyon, nagyon precízen beállítja, mondjuk nem szokott érdekelni, de számláló van, de mindenképpen jelez légy, hogy drága, amikor muszáj elmenned, mert nyilván elfoglalt ember vagy. Hát 1-12-42-ből nem tudom, mikor kell elmennem. Hát, hogy annyi van hátra. De hát nem tudom, hogy hány óra, hát érted. Moment, az 9-ig tart az 1-12. Ja, jó, köszi. Az 9, az jó? Az meg fel a 9 óra? Jó, mert még néha egy kicsit így gázt adunk, néha meg nyomunk egy kövére. Az a baj, ugye ilyenkor, hogy lencsében vagyok, és kurva nem lett, olyan apró betűkkel írták ezeket a... Igen. Van nálam olvasó szemüvegbe, hozzám. Az jó lenne lencsére olvasó szemüveg, tehát kontakt lencséhez egy szemüveget felvenni. No, keveset tudunk arról, hogy a te gyerekkorodról. Tehát azt tudjuk, hogy már a főiskolától ugye nyilván a rajongók is követik a te pályádat, de hol voltál gyerek, milyen gyerek voltál, és egyáltalán valamit engem érdekel, ez a klasszikus gyerekkor. És ne rendezzük le annyival, hogy nagyon helyes kisfiú voltam, és szerettem a spenótot, hanem nem tudom. Én nem valamit, voltam helyes kisfiú. Nem voltál helyes kisfiú. Nem, egyáltalán nem voltam helyes kisfiú. Kicsit ilyen bonyolult az, hogy én, az én családom, meg az én, hogy tényleg ez bonyolult most, hogy így gondolkozom. Na mindegy, a lényeg az, hogy én szerintem egy ilyen egyészakás nagy szerelmi kalandnak az eredménye vagyok. Ilyen volt nekem is, csak nem volt ilyen következménye. Bocsánat, de ilyeneket néha bele fogok szúrni, bocsánat, csak ha nem mondom a májam kész. Figyelj, ha lett volna, nem itt ülnénk. Azt tuti. Ez kicsitán. Na, és akkor ezért aztán, hogy... De ez hol volt? Hol születtél? Nekem ide van írva a papír. Kalocsán a kórházban. Csak hogy a nagy értelmű. Egyébként, tehát Kalocsán a kórházban születtem, de azon a környéken mindenki Kalocsán a kórházban született, mert az volt az egyetlen kórház. Mentővel. Hát igen, az volt az egyetlen kórház. Egyébként Dunapatajon nőttem fel, ez egy szelidító, az meg van. Szelidító, na. Szóval a szelidító melletti utolsó falu, mielőtt le kell fordulni balra. De most is az ember azt gondolja, hogy Dunapataj a Duna mellett van? Vagy nem? Nem. A szelidító. Nem. Tehát ott nincs Duna, egyáltalán nincs a környéken. Nincs. Nincs. Hát a környéken van, de mit nevezünk környéknek, érted? Hát a város partján. Tehát nem szeri ketté a falut a Duna. Édesanyádék leandalogtak a partra, az a Duna volt. Szerintem ez nem így volt, de ezt hagyjuk. Ezt hagyjuk.
És én ott nőttem föl, és mivel ugye az édesapám az úgy gondolta, hogy én nem vagyok egy túl jó emlék számára, ez azóta megváltozott, lehet mosolyogni. Engem a nagyanyám, az anyám és a nagyapám nevelt. Ami azért nagy... Nem jól mondtam. A nagyanyám, az anyukám, a nagyapám és a dédnagyanyám. Igen. Ez azért nagyon fontos, mert ugye anyámnak 47 évvel ezelőtt vidéken azért el kellett mennie nagyon hamar dolgozni, hogy mondjuk effektíven ne hagyjunk éhen. És akkor én három öreggel voltam. Ami nekem nagyon erősen meghatározta az életemet, mert én imádtam őket. Tehát én nagyon szerettem. Ugye a dédnagyanyám az nagyon öreg volt már, a nagyanyám meg a nagyapám az meg hát rendes nagyszülő volt. És akkor én igazán velük nőttem föl, aztán utána anyukám férhez ment, akkor lett egy öcsém, de valahogy az se jött úgy össze, és akkor egy ilyen 5-6-7-8 év múlva úgy voltunk, hogy az öcsém, az anyukám, a nagyanyám, a nagyapám és a dédnagyanyám. És ettől ez egy ilyen nagyon fura dolog volt. Én nem szerettem gyereknek lenni. Én azt vártam, hogy felnőjek. Még egy perc maradjunk akkor a tesódnál, hogy őről az égvileg most nem hallottunk semmit. Nem akar sütkérezni Robi árnyékában? Nem, az öcsém, gazda, vagy, nem az tudom, öcsém a legfantasztikusabb ember a világon, és ezt igazán komolyan mondom. Ő egy nagyon fantasztikus, boldog házasságban él a feleségével, van két csodálatos lányuk, és vidéken élnek, és kutyákat tenyésztenek. Most azt hiszem éppen angol masztifot és csivavát. De egyébként az öcsém, de tényleg az öcsém a legfantasztikusabb ember, akit ismerek. És milyen gyerek volt Robi? Robi? Jó kisfiú, rossz kisfiú. Én jó kisfiú voltam, tehát velem nem volt probléma, mert nagyon hamar rájöttem, hogy az iskolában elvégzem azt a minimális feladatot, ami ahhoz kell, hogy jó jegyeim legyenek, akkor békén hagynak. Tehát akkor mindenki békén hagy. Tehát akkor békén hagynak a tanárok, békén hagy az anyukám, és senki nem cseszteti folyamatosan az életemet azzal, hogy tanuljál rendesen, mi lesz, a nagy lesz, stb. De hogy én nem voltam egy ilyen, tehát ez most ilyen biztos, remélem, hogy nem tűnt szomorúnak a történet, de hogy én nem voltam egy ilyen, hogy mondjam, problémás gyerek. Tehát jól tanultam, versmondó izébe jártam, színjátszóba jártam, zongoráztam, tralala, tralala. Tehát, hogy én így csináltam a saját életemet már akkor is. Mert hogy akkor ez a sztereotípia, ez igaz, hogy aki a művészetekhez vonzódik, az még kevésbé a reál tárgyak felé, hanem inkább az irodalom. Ne haragudj, hogy matematika verseny megyei harmadik lettem. Örülök. Hát ez egy tapsot megérdemel, mert addig meg tudom nézni a következőt. Jó, ez nagyon fontos, az általános iskolában volt gimnáziumban, megbuktam fizikából. Pedig hát ezért a kettőnek viszonylag van köze egymáshoz. Akkor már nem volt. De akkor már nem, pedig akkor nem is Hoffmann Rózsa volt a... Nem már. Magic. Aki a varázsó ezt a történetet. Na, azt mondjuk, hogy Kalocsán születtél, de akkor ez Dunapatajon van. Olvastunk valahol Ordasról. Igen, ez azért volt, mert hogy az anyukám, amikor én 13 éves voltam, akkor férhez ment, és akkor elköltöztünk a szomszéd faluba, ami már viszont abszolút a Dunaparton van. Aha. Annyira, hogy majdnem a faluba folyik a Duna. Ja, és hogy ez Ordas? Ez Ordas, igen. Na, itt nem fogok semmilyen megjegyzést tenni, mert annyira predesztinálja a név ezt a... A farkasra gondolsz. Hát természetesen. Persze, ami igen. A Dunaparton vizet iszik. De én ott nagyon keveset voltam, mert ez 13 éves koromban volt, és akkor én 14 évesen elmentem Szentesre a gimnáziumba, és én onnantól kezdve 4 évig kollégista voltam Szentesen, akkor akár hiszik, akár nem, 1 évig voltam katona, és aztán 4 évig voltam az egyetemen szintén kollégista. Tehát, hogy én 14 évesen kvázi eljöttem otthonra. De ez azért volt, mert messze volt, az lehet, hogy valami 130 igen, kilométer. Igen, messze volt. Ordas és Szentes. Nézd, csak tehát, ezért. Tehát, hogy akkor nem menekültél, hanem... Hát dehogy nem. Hát már nem ott, hát úgy értem, hogy otthonról. Hát dehogy nem. Elmenekültél otthonról? De nem azért menekült... De mielől? Mert akkor elmondjam. Hát, hogy nem. A csönd, az este 6-kor sötétség, és nincs ember az utcán. Aki kell menni paprikát kapálni, a minden ilyen. És ilyen. Ehhez képest mit adott a Szentesi kollégium? Azt hagyjuk. Jaj,
Csak ne pirulj, ne pirulj. Semmi, hát magamhoz képest már viszonylag nehéz elpirulni. Nem a ruhát, te? Nem, persze, ez a Mikulás puttonya mellé. Igen. Szóval akkor gyakorlatilag ez volt 18 éves korodig. Itt jön ugye az, ez fontos kérdés, mikor jött először a színháznak az élménye? Jártál egy gyerekként színházba? Ha igen, hova? Mert olvastuk, hogy van színház Kalocsán. Hol olvastad de... ezt? Az interneten. Amikor még én gyerek voltam, akkor még nem volt internet. De színház lehetett. Kalocsán? Tériném 300 éve. Képzeld el, hogy én egyáltalán nem emlékszem el, hogy Kalocsán lett volna színház. Ő a tanomra, mert ő olvasta föl nekem egyébként. Van már Kalocsán színház? Nem igen, hívtak még oda sem. Igen, befogadó. Hát nyilván nem állandó társulat. Nem, ez nagyon esetleg. Érdekes dolog, és semmi misztikusat nem akarok most itt mondani. De én nagyjából, amióta az eszemet tudom, én tudom, hogy ezt akarom csinálni. De mind... a tévéből? Vagy hogy mondtad? Volt tévénk. Akkor volt, de nekünk is volt akkor ilyen. Már volt. Hát mert nem vagyunk nagyon messze egymástól a születési dátumunkat illetően. Erre mondom, hogy akkor már volt. Amikor még gyerek volt. Nem már nem tínédzser, még gyerek. Tehát én valahogy mindig ezt akartam csinálni. Ezt nagyon... furán nézték ott a környezetembe, de az az igazság, hogy elfogadták. Tehát annyira mélyen, meg megnyőzően, meg magától értetődően mondtam én ezt, hogy én színész akarok lenni, hogy kicsit mindenki csodálkozott volt, aki kiröhögött, nem tudom, de aztán idő után ezt, hogy elfogadták. És nagyon érdekes, és mondom, nem akarok semmit sem misztifikálni, amikor aztán megismerkedtem az apámmal, 28 évesen, ezt azért mondom, mert már elmondtam többször, akkor valahogy minden a helyére került. Tehát ő az, akit érdekelt a színház, ő az, aki színész akart lenni. De én színházban először 14 évesen voltam a megyei úttörő fenyőfa ünnepély keretében, mégpedig Csukás István Ágacska király kisasszony című előadását láttam a Kecskeméti Katona József Színházban, ahol Monyók Ildikó volt a boszorkány, és egyrészt nagyon fantasztikus boszorkány volt, másrészt volt egy sárkánya, amit egy porszívóból csináltak. Tehát én nem voltam színházban, de én nem azért akartam színész lenni, mert hogy színházba jártam. Én nem jártam színházba, úgy akartam színházba. Igen, de valamiért azt gondolná az ember, hogy lát valamit, de akkor valami inspirált, hogy akkor a genetika... Ilyen egyszerű. Hát, ezt olyan nagyképű ilyet mondani, hogy genetika... Hát nem, mert ahhoz nincs közünk a genetikához. Az de azért valami biztosan benne. Tehát van benne, tehát valamit hoz az ember egyik szülőjétől is, meg hoz a másik szülőjétől igen. is. De például volt valami irodalomtanár, aki téged volt, persze. Hát volt a Vadvirág színjátszó csoport, a Dunapatajon, abszolút. És Szörényi Veranéninek hívták, akivel úgy kezdődött a kapcsolatom, hogy ő a zeneiskolában hegedű tanár volt. És akkor anyukám, ezt azóta se kérdeztem meg tőle, hogy miért, kitalálta, hogy én járjak hegedülni. Nem tudom, ki próbált már hegedülni. Rémület. Tehát az első 6-7 év az szerintem szörnyű, mert egy tiszta hang nem jön ki a hangszerből. És ez a Vera néni volt a hegedű tanár, és akkor én állítólag bementem hozzá egy fél év után, és hát bocsánat, oda baszarintottam a hegedűt az asztal, és azt mondtam, hogy na én ezt nem. És ebből nagyon jóba lettünk, és akkor... Lehet, hogy ő is megnyugodott egy picit. Igen, vagy, Domikám, nem olyan nagy baj, kisfiam. 7 év alatt egy kurva tiszta hangot nem találtál le. Mondom, rakd csak le a hegedűt. És akkor ő csinált ezt a Vadvirág színjátszó csoportot, gyerek színjátszó csoport, és én oda jártam 3 évig. De ha már ilyen emlék van, emlékezés van, akkor nagyon fontos megjegyezni a Nagy Gyula nevét. A Nagy Gyula az iskola igazgatója volt. Egy ilyen bajszós, nagyon mokány, ma úgy mondanánk, hogy egy nagyon magyar ember, és 6. hivatott az irodába. És akkor az olyan nagyon megközelíthetetlen volt és titokzatos, és mindig, tehát bárki fölment az irodába, az nagyon félt, mert tudta, hogy abból fejmosás van, tehát hogy az szörnyű. És beivatott az irodába, azt mondta, üljek le, és a kezembe adta a Pilinszky János Összegyűjtött versei című kötetet, kinyitotta az Apokrifnél, és azt mondta, hogy olvasd. És akkor voltam én 13, már egy évesztes voltam. És akkor elolvastam, és akkor megkérdeztem, hogy mit értettél belőle. Tehát
mint igazi vérből pedagógus valamit észrevett, magyar tanár volt egyébként, és onnantól kezdve 2 éven keresztül minden héten, kedden, szerdán és csütörtökön délután verset olvastunk, beszélt velem, beszéltetett, elemeztetett, könyveket adott a kezembe. Tehát, hogy magyarul elkezdett, mint egy normális, rendes pedagógus, hogy úgy mondjam, nevelni. És ez azért elmesélem a történet másik felét, hogy az élet milyen szépen visszaadja a dolgokat. Ő nagyon csúnya körülmények között került el Dunapatajról, ilyen büntető ügyi izében, és abba is hagyta a tanítást. És műbútorasztalos lett, és eltelt, hát 20 év. És természetesen megszakadt a kapcsolat, nem tudom micsoda. És 20 év múlva engem hívtak Kalocsára, ott azt hiszem, hogy hogy hívják azt a fesztivált, amit a Lakatos Gyuri csinál, Kékmadár Fesztivál, hogy a Kékmadár Fesztivál kapcsán nekem legyen ott kiállításom. És mondtam, hogy rendben van, akkor, hogyha a Nagy Gyula nyitja meg. És mondták, hogy a Nagy Gyula nem vállal már ilyesmit, mert visszavonult, műbútorasztalos, nem tudom micsoda. És mondtam, hogy akkor vállal meg, hogy elintézik, hogy a Gyula nyissa meg. És a Gyula elvállalta, megnyitotta, és azóta újra tanít. De... Úgyhogy ilyen nagy, ez ilyen nagyon jól, azt mondom, hogy valamit visszaadott az ember neki abból, amit tőle kaptam. Igen. Na én akkor egyenes az út a főiskola? Nem, katona voltam egy évig. Katona volt, de ez volt akkor még katonasság? Volt, mert én is voltam katona, nézzetek rám, mondod. Ezt a honvédséget el tudjátok képzelni. Ahol én katona voltam. De csodálatos ilyen... dolgok történtek, akkor meséljünk erről. Ilyenek ilyen... voltak, hogy magamnak vezénylek, magam hajtom végre, Alföldi Honvéd jobbra állt. És ezt halálkomolyan kellett csinálni, akkor volt olyan is, hogy atomtámadás jobbról hasra. Volt nekünk is, igen. Igen, olyan ne röhögjenek, ez halálkomolyan volt. Aztán akkor jelent meg a Szolzsenyicinnek az Iván Gyenyiszovics egy napja, amit ugye mindenki olvasott itt. Hát hogy nem. Igen. Én még ugye... ma reggel is belelapottam. Alapnő, gyerekek, alap. Ami ugye a szovjet gulágról szól, és valahogy úgy jött ki, hogy én ezt Zalaegerszegen a Petőfi laktanyában olvastam, és egyáltalán nem tudtam eldönteni, hogy a laktanya a szörnyebb, vagy a szovjet gulág volt a szörnyebb. De aztán nagyon jó életem lett, mert hogy... Kiderült, hogy valamiért különlegesen rajong értem az egyik laktanya parancsnok. Mert biztos szavalt ott is, nem? Képzeld el, hogy igen. És mondom. És tudod mit? Az volt életem legnagyobb sikere. Azóta sem volt akkor a sikerem. Körülbelül 800 darab szexuálisan kielégítetlen, nem elég brómot ivott, heteroszexuális, férfi... Én ezt nem képzelném el. Azonnal hívni kell. Kultúrestre kellett menniük. És Robi nagyon jó érzékkel, Lázár Ervin, gyerünk doktor Zirzúrhoz című meséjében lépett föl, mert valahogy akkor az volt a fejemben. És amikor ezt így fölfogtam ezt a helyzetet, hogy én a Mika Makkát, meg a Bruckner Siegfriedet, meg a nem tudom mit fogom ezeknek az úriembereknek, akkor féltem. Nem csodálom. És életem legnagyobb sikere volt. Mert hogy megettem őket. Szerették. De milyen alakulatot? Mit gondoltak, hogy te mire leszel alkalmas? Röhögni fogsz. Én RPG-s voltam. Ami tudod, mi ez az RPG? Az várról indítható kézi rakéta kilövő. Kézi rakéta? Az úgy kell... De milyen szar lett volna ezen történik meg? Hogy le kell feküdni a földre, derékból el kell a lábat így, ez meg balra csúsztatni, a jobb válladon van ez egy kályhacső végül is, abba beraknak egy ilyen rendes rakétát, és azért kellett így elfordulnod, mert a hátul kicsapó láng különben teljesen leégette volna a combodat, meg a bárdidat. Igen, és azzal lőttünk ki tankokat. És a Szakács Tibi nevű kollégám lőtt mellettem, és ő mesterlövész lett, mert az én gránátjaim, azok mindig az ő tankját találták el. Az, hogy az ő gránátjai hova mentek, azt semmi nem jelentősége tudom. De nem voltunk igazi katonák, mert ugye előfelvételisként voltunk ott, hogy az akkori nyelvet idézem, tápos gecikként. Igen.
és ezért a Magyar Honvédség keretein belül kellett mászkálni mindenfelé kultúrműsort adni. Akkor még volt ilyen, hogy április 4, november 7, minden ilyen ünnep akkor volt még. Én csókos geci voltam, mert én a HM-be voltam szakács, úgyhogy azt nagyon... Aztán jól maga viseltem, én leraktak szexszádra, de arról már hosszan nem esélnék. No, kérem szépen, megérkeztünk Budapestről, Budapestre, Dunapatajról, hát azért, vagy Szentesről, azért ez egy elég jelentős váltás. Nem. Nem volt az? Jó, nem, Szentest kihagy... sokkoló? Nem, tudom, kevés az idő, de Szentest kihagytuk. Nem. Ez a Szentes Horváth Mihály Gimnázium, ami... Egy nagyon erős drámatagozattal bír. Igen, de nem is igazán a drámatagozat. Ugye ez egy olyan speciális gimnázium volt és van, aminek volt egy ilyen színházi fakultása, de ami igazán fontos volt ott, hogy ott olyan tanárok tanítottak, akiknek az volt a fontos, hogy ne módszer legyen, ne bemagolás legyen, hanem megpróbáljanak minden egyes gyerekből önálló személyiséget nevelni, aki kiáll a véleményéért, aki gondol valamit a világról, stb. Stb. Tehát az, hogy én hogyan meg miként nőttem föl így agyilag, abban nagyon nagy szerepe van ennek a gimnáziumnak. Amit majdnem sikerült megszüntetni, de mégsem, de aztán igen, mégis. Igen, persze, hogy van még ez a gimnázium. Van, de már egy keresztény demokrata képvisel az igazgató. Ó, sokkal jobb látok. Sokkal jobb, igen. És ott egy ilyen nagyon aktív színházi élet folyt. Tehát mi ott előadásokat csináltunk, utaztunk, és nagyon sokat jártam Budapestre, és nagyon sokat játszottunk Budapesten. Tehát akkor kvázi a közeg már egy kicsit ismerős. Figyelj, volt. Ezt nem tudom miért, nem tudom hogyan. Én felköltöztem Pestre, és azt mondtam, hogy na jó, van, végre itthon vagyok. Megérkeztem. Tehát én nem szorongtam a villamostól, nem voltam zavarva az emberekkel. Telefonálni nem tudtam. Tehát el kellett telnie 2-3 nem évnek, de még egy fél évnek, hogy ne roncsam el. Mert ugye nálunk otthon falunk be kellett menni a postára, és akkor interurbán kellett várni, hogy dugdossák a zsinórokat. De hogy én otthon voltam. Megérkeztünk a főiskolára, fölvettek elsőre. Horvai István és Kapás Dezső. Légy olyan kedves egy-két mondatban. Hát, hogyha már valakinek valamiért sajnos nem mondanak ezek a nevek semmi. A Horvai István volt a Víg Színház igazgatója Várkonyi Zoltán után, illetve Anton Pavlovics Csehov modern értelmezéseit igazán ő hozzá kötik, ő Moszkvában végzett, és egy fantasztikus színészpedagógus volt, a Kapás Dezső pedig pont az ellenkezője, az ellentetje. Ő egy nagyon duhaj, mindent máshogy gondoló, nagyon szenvedélyes, nagyon, hát tehát tűz és víz. És ez a két ember, ez 30 évet tanított együtt. És tényleg a tűz és víz voltak, és mesélték róluk, hogy amikor a Horvai volt a Vígszín az igazgatója, akkor a Kapás Dezső ott rendező volt, és hogy délelőtt elküldte a Horvai a Dezsőt a büdös francba, és tehetségtelen ezt is, amit akarsz. De kettőkor kimentek a Jászai Mari térre, felszálltak a 6-os villamosra, együtt kedvesen eljöttek az egyetemre, akkor még főiskola volt, és tanítottak. Nem voltak kesztyűskező tanárok. Tehát annyira féltünk tőlük az első két évben, hogyha jöttek a folyosón, akkor hogy ne kelljen köszönni, mert úgyis összeakad a nyelvem, és akkor valami megjegyzést fog tenni, akkor beszöktünk a WC-be. Hihetetlen durva dolgokat csináltak. Tehát szörnyen kemények voltak, de valahogy az első pillanattól kezdve nagyon hitelesek voltak. És nagyon megtanítottak bennünket dolgozni. Nekem az volt. Az első fél éves értékelés, ugye az egyetemen 4 rosta vizsga van, ugye évente 2-szer, az első 2 évben 2-szer azt lehet mondani a tanári karnak, hogy nem alkalmas, és akkor alkalmatlanság miatt elküldik az embert. És hát ugye ez nem volt egyszerű, mert akkor még nem volt ennyi színésztan oda, meg nem tudom mi, tehát azt hiszem 2000 emberből felvettek 16-ot. Tehát az ember boldog volt, hogy felvették. És a Dezsőnek a következő volt az első fél éves értékelés, amikor én azt gondoltam, hogy hihetetlenül fantasztikus voltam, és soha senki ennyire nem volt jó vizsgán, és mindenki menjen anyjába, és minden. És ott volt az egész tanári kar, 50 ember, és akkor így egyenként be kellett menni. És akkor a Dezső azt mondta, hogy na nézz, engem nem érdekel, kivel baszik, nővel, férfival, kutyával, macskával, de ne viselkedjen úgy a színpadon, mint egy vidéki úriasszony. Köszönjük szépen! Tehát ezzel nyitott.
De valamit nagyon megértettem ott, azt hiszem. Szóval, hogy nagyon, tehát, hogy ilyen nagyon szenvedélyesek voltak, nem ismertek párdont, gyűlölték a lustaságot, gyűlölték a hazugságot, a mismásolást, a kidumálást, minden ilyesmit. Hanem nagyon meg lehetett náluk tanulni dolgozni, és nagyon meg lehetett tanulni a szakmát, és ők sem módszer szerint dolgoztak, hanem minden egyes embert külön-külön. És mindig kérdezem tőlük, hogy de miért nem játszatok olyat, ami nekem jól áll? És azt mondták, azt minek gyakorolni? Mm. Amit úgyis tud. Amit úgyis tud. És akkor ő hozzájuk jártam, de ő hozzájuk egy ilyen nagyon-nagyon népsor, nagyon nagy népsor járt, a Kaszás Attila, a Gálfi László, a Hegedűs D. Géza, az Eszenyenikő, a Papvera. Pedig nem a házosztatásaid voltak. Nem. Mert most a sokkal korábban. Hát igen. De akkor mondjuk híres osztálytársam. Híres osztálytársam? Aha. Nekem majd beírva egy. Murányi Tünde. Murányi Tünde. Munkaügyek. És hát most az igen. Én imádom benne a zseniális karakter. Tóth Augusztával jártam együtt, Ungvár Istvánnal jártam együtt, Zalá Jánossal jártam együtt. Oberfunk. Nem, Oberfunkpali a párhuzamos osztály volt. Párhuzamosot. Köszönjük a szerkesztőnek. Egy nevet írt ide, az az Oberfrankért természetesen. Annyira, mert olyan tökéletes egyébként, Panni, hogy végre most megfogtuk az elmúlt két év alatt egyszer hibázott. Hát nem is tudom, na. Kérem szépen. Elvégezted a főiskolát, de nem igaz érdekel engem, mert ezzel, ennek van nekem is egy nagyon pici szőszenetnyi tapasztalatom, hogy amikor ugye a második év után ki lehet már menni mondjuk harmadiktól színházba dolgozni, és a Víg Színházba jártál gyakorlatra? Nem. Hanem a? Hanem az akkori Nemzeti Színházba. Az akkori Nemzeti Színházba. Ami a mostani Hevesi Sándor. De akkor még élt most a Major színház... meg a Bessenyei. Akkor még élt a Major például, meg a Bessenyei. Nem, a Major már nem élt. De a Bessenyei... Bessenyei élt, a Bessenyei játszottam is, mint főiskolás. De ez például milyen, amikor az ember főiskolásként odaáll egy Bessenyei mellé, és neki ott teljesítenie kell. És ezt megmondom neked, hogy miért pont akár a Swing kapcsán is, vagy volt egy-két szentségem, egy-két színpadi produkcióban nekem is részt venni, de hogy ilyenek mellett állni, hogy Hauman Péter, Jordán Tamás, most sem sorolom, Kulka János, szóval ezek nekem, persze, hogy megrúgyik a lábam, mert én nem vagyok művész, vagy nem vagyok színművész. Lehet, hogy azért ez másképp, de azért milyen egy Bessenyei mellett állni tanulóként? De mondd azt, hogy ha szar, akkor szar vagy, hogy hát ez egy semmi, csak böfentett kettőt, meg Orti Balta nagy hangár, vagy mit, szóval, hogy igen. Az emberek persze vannak ilyen illúziója, hogy hát ezek a nagy mogulok, és nem tudom, holott láttam is, amikor Hauman oldalakat hagyott ki a szövegéből, és a 9 óra 20-as előadás 9 órakor végét ért, úgyhogy hát ilyen van persze. A Sinkovics élt még. Igen. És hogy milyen... Nagyon meg vagyok tisztelve, nagyon fantasztikus, mérhetetlen csodálatos dolog, de aztán utána nekem feladatom van. És, és a feladatom az mondjuk lehet, hogy egy Bessenyével volt, vagy a Sinkovicssal volt, vagy a Garassal, vagy a Törőcsikkel. Tehát a munkában, hogy mondjam, egyenrangúság van. És ez a színházban ez is nagyon jó. De ők ebben segítenek? Igen. Tehát, hogy ebben kapsz ott partnerek? Igen. Hogy... Hát igen. Hát nyilván egy határig. Hát... Betettem a lábam a Nemzeti Színházba, és akkor be kellett állni a Kerekes Éva által játszott Légy jó, mint halálig előadásban. Én voltam a, már nem tudom milyen tanár úr, akinek az előadás elején van egy jelenete az igazgatóval, akit a Sinkovics játszott. És akkor így elmondta a Tatár Eszter nevű asszisztens, hogy hova kell menni, mit kell csinálni. De hát én gondoltam, hogy tíz sor, de hát azért mégis ki kell ragyogni, meg mit tudom, ki kell találni, és akkor én így elkezdtem így próbálni a Sinkovicssal. Méretetlenül nagyon alázatos voltam. És akkor a Sinkovics mondta, hogy bocsánat, az ifjú kollégától azt szeretném kérni, hogy a Kalocsai Miklós kolléga, aki játszott a korábban, az ott állt. És mondom, persze, tehát mi a faszért álljuk oda, tök fölösleges átmenni oda. És akkor ez így háromszor megtörtént, és harmadszor, hogy oda, hogy megfogta a vállam, és azt mondta, a ifjú kolléga itt áll! De aztán ettől valahogy meg is jegyzett rögtön, hogy ki ez a pofát. A legszebb ilyen történetem, hogyha ilyen sztorizás van, az az Isten nyugtassa Tábori Nórika volt, amikor elkezdtük a Vígszínházhoz kerültem, és először a Mesél a Bécsi erdőben játszottam vele, ő volt a nagyanyám.
És akkor én azt tanultam a Horvaiéktől, hogy az ember bekerül egy új színházhoz, egy új társadalhoz, oda kell menni, és azt kell, be kell mutatkozni, és mindenkinek köszönni kell. És reggel 10 óra volt, olvasópróba, Nórika egy ilyen hatalmas bundába ült egy ilyen fotelba, így, szerintem nagyon a rossz reggele volt. És akkor oda mentem hozzá, hogy kezdjük csokkolom, én itt fogok játszani, szeretnék bemutatkozni Alföldi Robert, és azt mondta Nórika, ki nem szarja le? Hát azért ez kezdésnek isteni. De ezt ugye, ez teljesen világos volt. Önbizalom növelő történet, igen. De képzeld, hogy ettől nem lettem rosszul. Nem. Nem. Hát ettől nem semmitől. Igen, amit kérdeztél? Kronológiában semmit, ezt valami, ezt a versenyeivel kapcsán. Ja, hogy milyen volt az öregekkel, igen. Milyen volt az öregekkel, és ugye itt akkor, bár ez most kezdi, akkor... Hadd mondjam már el, és akkor majd beszélhetsz ja, meg, jó? Hogy azt vettem észre, de persze én nagyon szerencsés voltam ez ügyben, tehát, hogy az ember nagy tisztelettel van az öregekkel, az teljesen természetes, de hogy úgy mondjam, incselkedik velük, vagy megjegyzéseket tesz, vagy úgy bánik velük, vagy úgy próbál velük, mint egy fiatallal, azt imádták. Tehát azt imádták. Először a Garassal és a Töröcsikkel a Kései Találkozás című szovjet bulvárban dolgoztam, Szentendrén rendeztem őket, és hát ugye a Dezső tudott nagyon undok lenni, a Mari tud nagyon sok lenni, és úgy az első héten úgy nem tudták eldönteni, hogy akkor most mi van, vagy hogy van. És akkor a Mari úgy döntött, hogy ő mellém áll, és akkor a Dezső egyedül maradt. És akkor két hét után azt mondta a Dezső, jó, hát egyedül meg, akkor most már mondd, hogy mit kell csinálnom. Igen, ez onnan ugye ez már értelmét veszett a kérdés ez, hogy ma már te rendezed ezeket a színésztóriásokat, és ez neked milyen. De hát akkor ez természetes. De ez a színházban természetes, igen, dolog. Színház. Tehát ez nem csak nekem, ez a színházban természetes dolog. Szoktam mondani, egy példát lehetne venni bizonyos színházak működéséről, hogy nem számít az, hogy ki mit gondol a világról, hova szavaz, hogy összevesztem veled, hogy elküldtelek anyádba 2-kor, vagy 6-kor, de ott 7 órakor mindenki egyfelé húz. Tehát ott 7 órakor bárki háttal így ledőlhetne 6 méterre, mert mindig mindenki elkapná. Mert ott 7-től 10-ig nincs más, mint az, hogy az előadásnak működnie kell, és nagyon jónak kell lenni. És utána lehet tovább utálkozni. De amiért ott vagyunk, és ami a dolgunk, ott nem keverednek bele más dolgok, legalábbis régen nem keveredtek. Azt mondtad, hogy a Vígszínház igazgatója volt a te osztályfőnököd, akkor ez automatikus volt a Vígszínházi státusz? Nem, én nem is szerződtem a Vígszínházhoz. De játszottál ott a főiskola után? A főiskola negyed évében mi lementünk a Kapás Dezsővel Veszprémbe, mert úgy volt, hogy ott egy osztály le tud menni, és akkor tudunk ilyen új színházat csinálni. Nagyon jó előadásokat is csináltuk egy évig, aztán kirúgtak minket. Mesélt a Dezsőt. És akkor mi egy évig ezt megpróbáltuk tovább vinni a játékszínbe, ahol Berényi Gábor befogadott minket. De az már nem volt igazi, tehát én igazándiból már én a diploma után egy évvel szerződtem a Víghez. És hol voltál, Romeo? Az a Vígben volt. Az a Pestiben volt, ez a Víg. Láttal a Víghez tartozom, igen. Ki volt, Júlia? Murányi Tünde. Murányi Tünde, igen. Nem volt túl sikeres előadás. Mert hogy? Nem szerettél? Én szerettem, a nézőknek volt vele valami baja. Erre majd még kitérünk, mert lesz majd ezzel kapcsolatban kérdésem. Ez 2002-ig tartott legalábbis a internet szerint ez az időszak. Közben pedig elkezdtél 1998-ban RTL Klub reggelizni. Hogy kerültél te a reggelibe? Mert azért ez se egy ugye hagyom, hát nyilván ma már azért rengeteg... Bocsánat, az, ami ma már teljesen olvas, ezt mi kezdtük a Novákkal. Igen. Hogy úgy vezetjük hogy műsort, hogy fingunk nincs, hogy hol vagyunk, és mit csinálunk. De hogy ki volt ide, vagy miért gondolták azt, hogy te... Volt egy olyan műsor, hát itt a nézőknek körülbelül 20%-a fogja ezt tudni, hogy napközi. És a napközinek voltak ilyen kultúrblokkjai. És akkor a kultúrblokkokban mindig ilyen évfordulókat ünnepeltek, hogy 100 éves Verlaine, 250 éves Petőfi Sándor, tegnap ünnepelte a születésnapját Thomas Mann,
És akkor mindig ilyen fel kellett olvasni szövegeket, vagy verset kellett mondani. És a Sömjén Antónia, a Kun Zsuzsa, főleg a Kun Zsuzsa, és a Regős Éva, akik láttak engem színházban, elkezdtek hívogatni, hogy így mondjak verseket. Ja, meg ilyen filmkritikákat kellett felolvasni. A filmkritikákat a Siver Takács László írta, az a Siver Takács László, aki most az RTL-nek az egyik kreatív producere. És jelen pillanatban az én főnököm. Az egyik. Az X-faktor. Igen. És akkor én ott elkezdtem így verseket mondani, de ez nagyon vicces helyzetek voltak, mert hát ugye ez egy ilyen közszolgálati magazin műsor volt, és volt ebben kultúra, meg főzés nem volt még ilyen divatos, egészség, izé, és akkor mindig volt egy ilyen farostból csinált telefonfülke, és ott volt mindig a TV Doki bácsi, aki adott példák, vagy adott problémákról telefonált, miközben te élő egyenesben mellette mondtál verset. És akkor volt az influenzáról kiabált a telefonba, akkor volt a Női Fehér Folyásról, erre pontosan emlékszem, a Baudelaire Egy Dög című versét mondtam, miközben ő üvöltött, hogy mit és hogyan kell csinálni. Tehát, hogy így a televízióba így belecsöppent az ember. És ez a stáb, ezt egyszer csak áthívták az RTL-re, hogy valamit csináljanak a reggeli műsorral. És akkor a Kun Zsuzsának, meg a Regős Évának eszébe jutott a Novák Peti, meg eszükbe jutottam én. És akkor azt mondták, hogy hát akkor nézzük meg. És akkor mi így kezdtünk el tévézni. Ez nem ütötte a színházat? Vagy, mert ugye a Stolnak ebből azért volt baj a színház katonában, hogy nagyon elment hát a kurvárba. Hát dehogy nem, eladtam magamat. Igen. De az az igazság, hogy nagyon más, bezzeg a mi időnkben, nagyon más volt akkor a reggeli televíziózás. Tehát én abban a műsornak az első 2-3 évében az Eszterházi Pétertől kezdve az akkori angol nagyköveten át olyan emberekkel ismerkedtem meg és találkoztam, akikkel soha egyébként nem találkoztam volna. Egyrésztről, másrésztről tényleg nagyon érdekes volt 3 óra élőadást vezetni, úgyhogy az volt a lényeg, hogy tényleg az történjen, ami ott velünk történik. Harmadrészt, és ez nem titok, egy reggel megkerestem a végszínházi fizetésemet. Tehát eladtam magam, lehet, de jó pénzért. Hát meg ha az ember jól érzi magát. Meg jól éreztem magam. Meg az, hogy itt most ennyien vannak, vagy velem, ami történt az elmúlt 8-10 évben, hogy az meg tudott történni, annak igenis nagyon nagy részét annak köszönhetem, hogy az alatt a 2-3 év alatt engem megismertek az emberek, vagy legalábbis tudták, hogy ki vagyok. És akkor, mert mindig az a nehéz, hogy fel kell tenni az érdeklődést. Utána már az már egy következő lépés, hogy az tetszik, vagy nem tetszik, de behozni nehéz mindig az embereket. Úgyhogy így kezdtünk el tévézni a Novákkal. Az is lett a vége, hogy belefáradtál, beleuntál? Nagyon megváltozott a dolognak a... minőség. Igen, de igen, tehát hogy lement. Tehát én előtte a saját sztárjaikat. Dehogy is, saját sztárok, nem. Hát nem a cellulitisről kellett beszélgetni. Ja. Meg és még ez nem érdekel? De igen, de minden héten 3-szor nem. Ja, és amikor nem mondok nevet, amikor eljutottunk valakihez, akire azt mondták, hogy ezt nem lehet meghívni, mert hogy ő nem eléggé népszerű, vagy celeb, vagy nem tudom micsoda, akkor én azt mondtam, hogy köszönöm szépen. De különben is én nagyon vigyáztam arra, mert nagyon jó emberek voltak körülöttem, akik azt mondták, hogy csak addig szabad csinálni, amíg én tartom kézbe a médiát, és nem a média tart kézbe engem. És én azt gondolom, hogy pont jókor álltam föl. Meg már meg is untam, tehát azért minden nap reggel 4:30-kor kelni, vagy minden második nap, és utána ugyanúgy ment a munka, hogy tiszta próba, meg előadás, meg stb. Többször el is aludtam, tehát egy lufi volt helyettem, meg nem tudom. De az nekem nagyon fontos, és egyáltalán nem így alakult volna az életem, hogyha én nem tévéztem volna. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek a tévének. Jött a Szabadúszás, Bárka Színház, Lucifer címmel önálló műsor az MTV-n. Nem az MTV-n, TV2-n ott van nagyon bukott, azt hiszem 4 adás volt. 4 egész adás volt Lucifer. Nem, ment egy évadot. A Lucifer meg, hogy is volt, valami megbukott.
Igen, volt egy ilyen nagy show, az rémületes volt, az megbukott, és akkor utána a Bányai Gáborral csináltunk egy éven keresztül egy ilyen 10 utáni ilyen beszélgetőset. Az már jobb volt, de aztán az sem ment tovább. Nem szeretek. Hát volt még akkor ilyen, hogy Heti Hetes, Articsóka, Talk Show, az Articsóka étterembe, Alexandra Pódium. Ezek ilyen pótcselekvések voltak, vagy szeretted? Hát ilyen van. Egy hogy... ideig szerettem. Igen, mert azt gondolom, hogy azért van annyira, vagy annyira autonóm személyiség, hogyha ezeket egyáltalán nem érdekel, akkor nem vállalod nem. el. Egy ideig szerintem. Szerettem. Mi de az? Akkor már ide jön a kérdés, hogy, hogy volt olyan munka, amit csak pénzért vállaltál? Volt. Helyes, nekem is. Na, figyelj, szerintem ezzel semmi baj nincs, csak tudnod abszolút. Kell, hogy miért vállalod. Abszolút. Ki kellett festeni a szobát, mert beáztam. Úgyhogy én abszolút... Ács János híres nagy rendező, rendezett valamit Gyulán, a Gyulai Várszínházban, és lementünk megnézni, és aki volt a Gyulai Várszínházban, az tudja, hogy itt oldalt kell fölmenni egy ilyen hosszú rámpán, és hát nem volt annyira nagyon jó, és akkor jöttünk ki az előadásról, és akkor ott állt a Jani, és azt mondta, építkezem. Összejes. Hogy jött a színház igazgatása? Tehát ugye a Bárkában azért ott igazgató voltál, az például hogy jött? Mert aztán ugye ebből lett a Nemzeti Színház. Hogy lesz az ember igazgató? Vagy mi az, ami érdekli őt még akkor a színművészeten, vagy akkor a rendezésen kívül, hogy azt mondom, hogy én igazgató akarok lenni. Tehát egy ilyen megalomán őrült vagy, ilyen tejhatalmat ide nekem, és még a takarítónőt is. De az van, de az van minden pillanatban. A takarítónőt is én vegzálom, hogy Marikám ott csíkos a csempe. Tehát, hogy miért akar az ember igazgató lenni? Mondjuk azt nem szeretném értem, de hogy a Bárkában miért akartál igazgató lenni? Korábbra visszamentek egy kicsit. Abszolút. Ugye ezt elmondtam, hogy én egész életemben színész akartam lenni, ez ott Ordason majdnem lehetetlennek tűnt. És engem nagyon hosszan ez a vágy hajtott és segített, tehát nagyon sok nehéz pillanaton, hogy nem baj, én színész akarok lenni. És amikor én színész lettem, utána én elkerültem a Víghez, és rögtön nagyon sikeres lettem. Tehát azt lehet mondani, hogy ez tényleg nem nagy képviségben mondom, szóval nagyon hamar úgy beteljesültek a nagyon nagy elérhetetlen vágyak. És akkor ott voltam, 6-7 éve voltam a Vígben, nagyokat játszottam, megismertek, tudták, hogy ki vagyok, vezetőszínész voltam, minden évben megkaptam azokat a feladatokat, amik jártak nekem, de azt vettem észre, hogy elkezdtem unni magamat a színpadon. Hogy nem voltak olyan kihívások, nem akart tőlem senki, a Dezső Kapás meghalt, Pista bácsi meghalt, tehát, hogy nem volt egy rendező se, talán a Valló. A Marton vett át. Marton, igen. Tehát nem kerültem olyan helyzetbe, hogy nekem meg kelljen dolgozni azért, meg kellett, de hogy úgy igazán, hogy én megküzdjek egy szerepért, ugyanolyan típusú szerepeket játszani. Tehát, hogy elkezdtem unni magamat. És akkor elkezdtem rendezni, az egy kicsit érdekesebb volt, és úgy valahogy elkezdett jobban érdekelni az egész. Illetve találkoztam emberekkel, akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni. És én először színházra azt hiszem, hogy 12-13 évvel ezelőtt pályáztam, az új színházra pályáztam, kétszer is, és aztán én nem, azt nem kaptam meg egyszer sem, mert azt mondták, hogy nagyon jó, nagyszerű, fantasztikus, fiatal, várjon még. Várták a Dörnert. A Bárkára pedig úgy kerültem, hogy a Bárka szín... Tehát, hogy igazániból ez ilyen nagyon, nem akarok ilyen nagyon romantikus, meg misztikus lenni, de hogy ez ilyen belső késztetés volt, hogy szedjük össze azokat az embereket, akikkel jó együtt dolgozni, akikkel értjük egymást, akikkel jó színházat csinálni. És a Bárkára én úgy kerültem, hogy a Bárka Színház igazgató egyszer csak azt mondta hétfőn a társulatnak, hogy na, szevasztok, nem akarok többet igazgató lenni veletek, csináljátok, amit akartok. És akkor följövett engem a Bárka Színház társulata, hogy nem vállalnám el. És akkor én így elvállaltam. És 2 évig voltam a Bárkában. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen elvégeztem a munkámat, és elvégeztük a munkánkat. Nem találkoztunk igazán lényegét tekintve egymással a társulat és én. De sikeresek voltunk, és nagyon jó volt minden, és minden rendben volt. De hogy nem találkoztunk igazán. Szerintem nagyon más színház eszményt képviseltünk. A társulat is, meg én is.
És ez is biztos közre játszott abban, hogy amikor a Jordán Tamás bejelentett, hogy ő nem pályázik még egyszer a Nemzeti Színház igazgatói posztjára, akkor én összehívtam a közvetlen munkatársamat, és azt mondta, hogy azt is megkérdeztem tőlük, hogy gondolkozom azon, hogy pályázzuk meg. Aminek több oka volt. Egyrészt oka volt az, hogy szerettem volna, hogyha egy jó színházat csinálunk, oka volt az, hogy szerettem volna bebizonyítani, hogy lehet működő nemzetit csinálni, és oka volt elsősorban az, hogy azok az emberek, akikkel én együtt szerettem volna dolgozni, azok 80%-ban ott voltak a Nemzetiben. Ez a Stól, ez a László Zsolt, ez a Nagy Mari, ez az Udvaros, ez a Básti, ez a Márton Éva művészeti titkár, és egy csomó olyan ember, akit mondjuk a nagy közönség lehet, hogy nem ismer, de olyan háttérmunkás, akik lenyűgözően végzik a feladatukat. És akkor azt mondták a többiek, hogy jó, akkor vágjunk bele. És akkor volt egy olyan korszak, amikor az akkori kulturális kormányzat úgy gondolta, hogy próbáljuk ki a fiatalabb generációt. Akkor került a Ludwig Múzeum élére egy javamkorabeli ember, akkor került a Műcsarnokba, tehát mindenhova a 35-40-es generációból választottak embereket. Tehát lehetett érzékelni egy ilyen váltásnak a, hogy hívják ezt, szándékát, hogy nézzük meg ezt a 30-as meg. Ez a Hiller féle? Ez a Hiller, igen, ez a Hiller féle. Nem a Balogh Zoltán. És akkor mi így kerültünk a Nemzetibe. És azt soha nem fogom elfelejteni. Én nem tudtam ott lenni az eredményhirdetésen, mert éppen bemutatón volt. Vagyis, hogy főpróbáljét, és üzentem, hogy nem érek rá. És rá egy hétre tartottunk sajtótájékoztatót a Firkász nevű étterembe, ahol ott volt az én összes munkatársam, és hát ott volt a magyar sajtó. És az csodálatos fotók készültek, mert 8 ilyen beszart, savanyú, rettegő embert így egymás mellett az asztal mellett, azt nagyon ritkán lehet. De mitől féltetek? Mitől féltünk? Én nem féltem, ők féltek. Azért azt gondolom, a Nemzeti Színház ugye már eleve az épülettel, azzal elkezdtek éveken keresztül a cirkuszt, hogy most hogy néz ki, hogy nem néz ki, kifejezi be ki, mit csinál vele. Hát ez ízlés kérdése. Hát elég furcsa ízlés. Volt már, rám is azt mondták, hogy ronda vagyok, de nem. Van egy csodálatos festőművész barátnőm, a Vojnics Erzsébet, aki azt mondta, hogy ez azért fantasztikus épület, mert minden porcikájában hibátlanul ízléstelen. De látod, akkor tökéletes, igen. Szóval, na mindez, ez mégis csak a Nemzeti Színház lett, hogy nem, te nem rettentél meg ezzel egy picit se ettől, hogy basszus, hát azért nem tudom, én ordasol a nemzeti igazgatójának lenni. Mert az, hogy merjünk nagyot álmodni, azt már ismerjük a mondást jelenlegi vezetőnktől is, és azért te nagyot mertél álmodni, és ez az álom meg is valósult. Tehát, hogyha ez olyan, mint hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek a jövő héten a CÖF fórumára fellépni. Hát lehet, hogy izgulnék egy kicsit. Én is. Egy békemenet első sorában lehet, hogy megremegne a lábam. Figyelj, meghívnak, elmegyek veled. Hát na, még szép. Hát az egy duót előadunk. Jó? Tehát, hogy azért ez mégiscsak a Nemzeti Színház. Igen, de te figyelj, nekem nem az volt, hogy én ültem otthon, és valaki fölhívott, hogy haló, te lettél a Nemzeti Színház igazgatója. Hanem az volt, hogy én írtam egy pályázatot, és én akartam a Nemzeti Színház igazgatója lenni. Jó, akkor nyilván más világ volt, de hát azért tudjuk, hogy például Eszenyi Enikő is írt egy fantasztikus pályázatot, és mégis csak egy évre kapta meg a... De én most a kérdésedre válaszolok. Tehát, hogy nem ijedtem-e meg. Én tudtam, hogy hova megyek. Másrésztről az egy nagyon fontos része a dolognak, hogy kvázi velem nyílt az épület, hiszen a legelső Fidesz kormány alatt a Nemzeti Színház megnyitó előadásán ugye játszottam a Lucifert. Igen. Tehát, hogy én tök ismertem mindenkit, aki ott volt, én láttam, hogy hogyan készül az épület, tehát, hogy én azért, hogy otthon voltam benne. De akkor neked jó kapcsolatod volt Jordán Tamással? Vagy jó kapcsolatod van? Nekem? Igen. Nagyon jó barátom. Mert hogy tegnap előtt vacsoráztunk. Igen. Egy ominózus szivárvány felvonuláson együtt vagytok lefotózva. Úgyhogy hú, akkor... Ez, tessék? Hogy nincs? Mondom, hú, de gáz. Nem, kinek? De figyelj, de én miért ne lennék jóba a Jordán Tamással? Nem tudom, hát szokás utányát, a mostanival se vagy jóba.
Tehát, de ez nem jelent semmit. Csak hogy nem. Bocsánat, megpróbálok valami úgy ülni, mint egy ember. Szarok rá, hogy nézek ki a fotón, de már elzsibbadt mindenem. Na ez egy kicsit olyan háziasszonyos délután, amikor a Mónika Show-t nézem, várja a limonádét a kezembe veszem. Mindjárt jön a kérdés. Meg ők lemaradtak az arcomról ideig. Hát ennyi jutott, bocsánat, visszafordulok az én kedves vendégemhez. Kérem szépen, rendezés, ugye, vagy nem tudom, szerintem én nem nagyon akarok már nemzetiről beszélni, arról kell olvasok végtelen a könyvet. Végtelen hálás vagyok értem. Olvasok a könyvet, Laci barátom adta kölcsönet, 6000 forint volt. Többen 3990. Az már az akciós ár volt, bocsánat. Nem, az volt az eredeti ár. Az eredeti ár? Lacikám, hol vetted azt a könyvet? 6000-ért, bicsa paplanárusoktól. Na, de nem is ez a lényeg, tehát hogy nem akarok nagyon nemzetizni, mert tényleg rengeteget tudunk róla, de az azért érdekelne például, hogy a rendezés is abból jön, hogy színészként, mint az igazgatásra, hogy a színészet kevés. Mondtam, hogy elkezdtem rendezni, de és hogy utána ez mi jött az igazgatás. De mi inspirált rendezni? Előbb mondtam el. De nekem így van kronológiába föltüntetve, ne kötözködjél. Tehát az előbb robika. Mondtam el. Az az igazgatása nem. Volt, hogy ez ugyanaz, ugyanaz játszok vissza? Volt. Igen. Interneten visszajátszok ezt a részt. Vágás, ugrunk. opera, de ezt muszáj erre válaszolnod. Azt mondja, hogy Ifigénia Taurisban. Ki a vér az az Ifigénia? Hol van Taurisz? És hogy mit lehet egy operán rendezni? Azon kívül, hogy Bélus bejön jobbról, Marikán balról, középen állnak, kicsit énekelnek, de hát, hogy ott azért minden adva van. Vagy nagyon... semmi nincs adva. Figyelj, Shakespeare-en is mit rendezel? Rómeó találkozik Júliával, elbasszák, meghalnak, kész. Igen, de ott tud másképp meghalni. De amikor az van leírva, az van a partitúrában írva, hogy Dórémi, akkor az nem lehet Mirédó. De hát ne ott, haragudj, hogy akkor ott a lenni még, vagy nem akkor lenni se visszafelé mondják, és mégis hányféleképp. Hogy akkor melyik részét rendezed, tehát hogy az operának melyik részét rendezed, akkor nyilván nem a zenét is rendezed. Aha. Nézzek, hogy kinevetnek, hát ostoba vagyok, ezt tudni szeretném. Figyelj, az opera az nem egy ilyen, azt szoktam jelmezbe előadott oratórium, hogy hol akar mester, hol akar mester, hol akar mester, mert akkor állnak elől egy sorba. Az opera, azt szoktuk mondani, hogy zenés színház. Mezzó TV csatorna? Van ilyen. Néha kapcsolt be. Az én alapcsomagomban sajnos. Sajnos csak az Eximo van benne, az meg egész más fuvolán játszanak. Ebben. Az is egyfajta népi hangszer. De... Figyelj, azt ugyanúgy kell, sőt, igen, jobban kell rendezni, mint egy prózát, mert a zene az valóban egy kötöttebb forma, és a kötöttebb formában kell azt megtalálni, hogy az Ifigénia Taurisban, például aki eljön és megnézi, az... Nagy siker állítólag. Volt, mert levették. Nagy siker volt. Tehát annak az 1000 embernek az valódi élmény legyen, ne pedig az, hogy elmegyünk kipipálni, hogy láttunk egy lukkot. De nem, nincs ebben sznobizmus, hogy az alföldi rendezett az operában megnézzük, és közben fogalmunk se Ifigéniáról sem. Miért téged nem a sznobok jönnek nézni? A Taurisról azt hiszik, hogy az a Taurus gumigyárba a szerelő, vagy nem tudom én. Engem a sznobok meg, nem nézzük, milyen ártatlan tündér kis lehet, egyet nem sznob. Na tessék. Figyelj, vannak olyan emberek, akik úgy magába szeretik az operát. Őrület. Hát én még nem is hallottam. Én is, de én a Mimi Áriáját, meg a Mamma Mortát, meg a... Szóval én figyelj, ilyen nem olasz, ott tart, én ilyen olasz már nem vagyok. Ott tart az, de már nem ott, már tart, nem ott tart az opera játszás, ja, hogy a kövér emberek találkoznak, hogy mennyire éreznek. Miért pont a kövére? Hát mert nekem ilyen nagy élmények voltak gyerekkoromban, hogy a... Júlia is 130. Azt hiszem a Cefirelli rendezte az Otello, a Verdi Otellóban rendezett egy operafilmet, és a Katya, sohasem nem tudom kimondani, Ricci Celli, azt hiszem így hívták, ez egy nagyon híres szoprán volt, és ő énekelte a Desdemonát, és akkor van egy ilyen híres árja, hogy itt fekszem a sárban, a nem tudom micsoda, és egy ilyen 4 milliárd forintos perzsaszőnyegen feküdt 120 kilóval, és csodálatos volt.
De az azért nem mondok nevet, az Bolygó Hollandi volt az operában, ahol a 16 éves Zenta narancssárga coffokkal, fonalból coffokkal bejött, 16 évesen. De azért szóval nem itt tart az opera. Azért került 4 milliárdba a szőnyeg, mert az az, ami nem hagy nyomot, amikor átfekszik egy 120 kilós ember, rögtön visszaugranak a szálak. Na, de nem is ez ugyan, a... Figyelj, ugyanolyan előadásokat, ugyanolyan színházi élményt lehet létrehozni egy operával, mint egy prózával. Sőt, szerintem egészen fantasztikus, hiszen a zene az nagyon segíti azt, hogy érzelmileg, zsigerileg, ösztönösen, tehát az érzelmi részét az, az ügynek a zene sokkal jobban segíti, a szöveggel sokkal nehezebb, vagy a textustól sokkal nehezebb ezt létrehozni. No, arról beszéltünk, hogy levették a pedig hát pont most akartam megnézni Ifigéniát Taurisban, de most persze nem hülyeség az átkötés, snétvágás. Mi van akkor, mert hogy nem akarom ezt kötni, de hogy mi van akkor például, hogyha az ember dédelget egy darabot éveken keresztül a fiókjában van, mint igazgató, mint rendező, agyal rajta a szereposztás előttem, meg a színpadképek, minden, így elmezzi, akármi, és utána 20 előadások, megrendezi nagy zajos siker, mert mégis csak az Alföldi Robi, és aztán 20 előadás után nem fogynak a jegyek. Tehát, hogy akkor utáljuk a diszkréten ostoba nagy érdeműt? Dehogy már nem is. Kegyedéket, hanem a, akik nem veszik meg a jegyet. Nem, minden el, nem, hát annyi. Tehát kvázi a bukás, ezt szerettem volna. De ez miért bukás? Szinten. Hát azért 20 előadás, nem az operára gondolok, általában. Tehát, hogy buktál te már meg, mint színész, mint rendező, darabban. Úgy rendesen? Úgy rendesen. Amikor azt mondta valaki, és utána te is azt érezted, hogy basszus, ez buktam. Szar. És ez milyen érzés? Csodálatos. Hát szörnyű. De komolyan nem arra. De ezt közben lehetett tudni, hogy buktál ezt. Na de ez akkor miért nem tudtad, vagy nem volt mód korrigálni? Nem. De miért? Na erről beszéljünk egy picit, mert ez érdekel. Ez fontos szerintem, hogy az ember, ha kudarcai vannak, hogy azt hogy éli meg? Hát nem bírtunk, tehát valamiért elcsúszott minden. És oda csúszott, vagy annyira elcsúszott, hogy nem lehetett visszafordítani. De én csináltam nem annyira sikeres előadásokat is, miközben szerintem azok között volt egy-két olyan, ami szerintem az egyik legjobb munkám volt. Tehát például a Nemzeti Színházban a Botho Strauss Park című előadása, ami ment 30-szor, azt én egy nagyon fontos munkámnak tartom, és ez nem volt ilyen nagyon zajos siker, de az egy fontos munka volt, és mondjuk 30-szor eljátszottuk. Úgy nem buktam meg, hogy nem volt közönségem. Olyan nem volt. Tehát azt nem tudom milyen. És ilyenkor az ember azért nyilván a jövőre nézve keresi az okot? Vagy nem azt, tudom hogy miért meg tudod azt mondani, és... miért azt meg tudod mondani, valami mitől siker? Nem, de azt a bukást azt mindig megpróbáljuk megmagyarázni. Hát nincs van, amikor a Altrágo klubba belefutunk olyan közönségbe, aki, tehát nem is értem, hogy mindenki jött oda. Na, arra ez a válasz. Ülnek, mint a savanyú borka, de akkor utána mi az öltözőbe? Hát basszus, mert a holdállása, meg a nem tudom, micsoda. Tehát, hogy valamit próbálunk azt mondani, hogy ez miért nem sikerül. Figyelj, azt nem lehet, nem tudom megmondani miért, ha már erről beszélünk. Mert szerintem sokkal érdekesebb, hogy egy-egy este hogyan találkozik egy előadás a nézőkkel. De azt nem tudom megmondani, hogy miért, de valahogy a levegő kémiájából lehet érezni, hogy mi lesz aznap este. Tehát a színházban az ember be se néz a nézőtérre, csak így kinyitja a nézőtér ajtót, vagy a színpad ajtót, és csak belehallgat a zsivajba, hogy a varangyok éppen mit csinálnak. Abból pontosan lehet tudni, hogy abból mi lesz aznap este. Nem tudom megmondani, hogy miért. És abból is, hogyha játszol, bemész, és azt érzed, hogy beton. Itt van, nézi, akarja, de valamiért nem találkoztunk. És szerintem ennek az egésznek a lényege az, hogy találkozzunk. Vagy az egésznek a lényege valami nem félreérteni, és próbálj meg nem reagálni rá. Hogy nem, szóval ez valamiféle erotikus érzéki viszony. Az, hogy hát te... ami kémia. Igen, ami kémia, és van olyan, hogy nem jön össze a kémia. Mi az, ami összejött, mert hogy baromira összejött, azt lehet látni, az őrült nőket a kapcsán.
Tehát ilyen abszolút tomboló siker, volt éhezve a témára. Éjjeneznek. Tehát, hogy olyan, nem is hallottam, amit mondtál, mert közben én beszélek. Tehát, hogy olyan elképesztő siker, és tényleg, ahogy egyeztettek, rögtön elfogynak a jegyek, és nem tudom én mi, hogy akkor hogy az mi? Mi abban a titok? Jó, azért, hál' Istennek volt részem az elmúlt években már hasonló ilyen sikerben. Jó, de ez részben érint engem, és hát az, hogy... Figyelj, mondataidat loptam el, abszolút. Igen, ez megtisztelő volt. Nem csak Predátorné Marika jelentősége. Tulajdonít nekem jelentőséget, a direktor úr is egy-egy mondatot elorrózván beleírt a forgatókönyvbe még a nyáron. Szerintem minden a véletlennek köszönhető. A gyakorlat. Valahogy jókor mutattuk be. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy Kerényi tanár úr és egyebek. Tehát, hogy a közhangulatnak jót tett ez, hogy miért mutattuk. A közhangulat? Inspirált a közhangulat, ami nem is annyira tépás mondat, mert szerintem ez az előadás a Haumanéke csodálatos volt. Hát az teljesen más volt. Na de ez, erről akarok beszélni. Tehát a Haumanéke, amit a Vámos László rendezett, azt hiszem 25 évvel ezelőtt az Operett Színházban, az akkor egy nagyon nagy tett volt, fantasztikus volt. De az valahogy revű volt. Az egy ilyen igazi nagy zenés musical, vagy zenés játék volt. Itt szándék is volt az, hogy egy picit, hogy úgy mondtam, hogy egy kicsit ócskább, romlottabb, fájdalmasabb legyen az egész történet, és talán azért ilyen siker, mert hogy valahogy nem sikerült, ez volt a cél, hogy egy nagyon emberi történetet, emberi helyzetekkel fölrakni, és igenis úgy csinálni, mintha ez egy valóban létező klub lenne, hogy ez vajon hogyan reagál arra, ami ma történik Budapesten, Magyarországon, és aztán nagyon csodálatosan beért minket a kor vagy a társadalmi pillanat. De meg hát ne felejtsük el, hogy szerintem remekek az emberek, akik benne vannak. Ez kicsit lenne, csak egy mondat elég erre reagálnék, hogy ez nem baj, hogy basszus, ezt a darabot majdnem 40 éve írták. Nem az a baj. Hogy, az a hogy baj, ez ma aktuális, nem ez, a ez baj. Nem baj? Az, hogy aktuális, ez nem probléma. Az sokkal nagy problémának tartom, hogy ma az egyik forradalmi előadás Budapesten az Őrültnek 2-5-szer. Azt én egy nagyon szomorú dolognak tartom. Amikor felkérted erre a Stolhevér párost, mit szóltam? Semmi. 10 éve dolgoznak vele. Szemük na jó, de jó, mert a Stolla, azt mondom, őt ugye egy picit jobban ismerem, ő azért bohémkodott annak idején az éjszakára, jobbra-balra, tehát az, hogy ez neki ez... Ezt nem tudtam. Nem annyira, és nem úgy, és nem ott. Nem. Csak lányokkal. Gyönyörű, ekkora melle volt az összesnek. És igazi punciukat. Tehát, de nem is ez a... Nem ez a lényeg, de hogy mondjuk a Hevér, ő nyilván persze profi színész, eljátszik, amit te mondasz, de hogy nem tudom, szóval vele neki, nekem ő jobb volt. Már azt mondok ebben az értelmében, a Stoll egyébként meg egész elképesztő, hát ő zseniás. Hogy jobb volt, nem értem. Hogy nála nagyobb a váltás, mint a Stollnál, pedig a Stoll van beöltözve női ruhába. Szellemileg, művészileg. Hogy érdekesebb, hogy a Gábor meleget játszik. Érdekesebb, hogy a Gáborból lett egy transzvesztita lokál buzeráns vezetője, mint hogy a Stolból lett egy transzvesztita, igen. Nekem, számomra. Valamiért. Valószínűleg azért, mert nem ismerem annyira a figyelj, a ez tényleg nem tréfa, ezekkel az emberekkel én 10 éve dolgozom. Tehát ismernek. Hát, hogy mondjam, tehát... Kezdjünk el azon ízére, hogy megfogom egy fiú kezét a színpadon, vagy mi? nem erre gondoltam. Az egésznek a lényegére. Hogy érzelmei vannak? Abszolút. A nemi beosztástól függetlenül is? Abszolút. Hát ilyen, az, hogy megfogja a Stoll kezét, az egy dolog. De hogy mit csodálkozunk a világon, nem, hogyha te ezt néztem, mondod? De én nem néztem utoljára 20 de komolyan! De hát ha te ezen fönnakadsz, akkor miért csodálkozunk nem a világon? Nem fönnakadok, én ezt csodálom. Azt mondom, hogy ez csodálom. Mi, ha gyilkost játszik, föl nem merül benned ez a gondolat? Hát nem. De nem így, de nem félreértett. Nem. Hogy én egyszerűen csodálom azt, hogy ő ezt el tudja játszani. Tehát milyen csodálatra méltó, hogy egy hetero férfi el tud játszani egy meleget? Hát így is lehet mondani, de nem így gondoltam. Na... És hogy hozzá mer nyúlni, és úgy nyúl hozzá egy másik férfihoz, hogy abban érzelem van, és nem az egy...
De komolyan, de tényleg ezt kérdezett tőlem? Nem kérdezem nekem, azt mondom, hogy ez nekem tetszett. Tehát, hogy én ezt a dolgot, és majd visszajátszok, hogy mit kérdeztem, és olyan falsságot, ha így bepöccentél, de nem kérdeztem, hanem, hogy nem tudom, menjünk tovább. Hol vagyunk? De nem, én... Háromszor volt szerencsém látni a darabot, egyszer a direktor úrtól kaptam a szülinapomra ajándékba, még erre az ominózus 50-re, hogy a zárt körű előadásra elmentünk, aztán egyszer ugye vettünk időbe magunknak jegyet, mert rendes buzik vagyunk. Egyszer meg kaptam barátaimtól is jegyet, és akkor velük is, Máté barátoménkkal is elmentem, úgyhogy én ilyen nagy, 3 hét alatt 3-szor néztem meg, ez még a nyáron volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az előadás. Figyelj, tudod, mi a legjobb benne? Tehát az a legjobb benne, hogy tehát nem lett egy ilyen szubkultúrának az előadása. Tehát persze senki nem látszik, hogy meleg félretűztetések, de hogy azért mégis. Tehát, hogy nem az történik, hogy egy ilyen tehát rendes, normál... Nem a Pride vonul ki. És az csodálatos, és az a csodálatos benne, hogy tényleg azt sikerül elérni az előadásnak, hogy egy érzelmi, egy emberi kapcsolatról, egy szerelemről, egy családi problémát tud megmutatni, és tök elfelejtik az emberek, hogy ott milyen a nemi megosztás. Tehát valaki, nem is, sok ember mondta, és ez most nem az én szobrom, de sok ember azt mondta, és főleg tanárok, hogy ezt minden 16-17 éves gyerekkel ilyen kötelezőként megnézhetné. Már elkezdtünk tárgyalni a Hoffmann Rózsával. Csak jelzem, hogy leváltották, de... Akkor tudtam, hogy valami baj van, hogy nem engedte. Tudtad, hogy nem a zsárbóba kellett volna vele beülni, hanem a minisztériumba. Igen, na mindegy, én szerettem, imádtam, Andis kollégám is benne van, ő az egyik madárka, úgyhogy elfogult vagyok a végtelenségért. Itt egy másik madárka is. A másik madárka is itt van? Ja, a Marcika is itt van, csokolák Marcikám, ez előbb láttam csak. Igen. És az ott elfelejtette. Hát Andis többet látom. Alsónadrágban. Kérem szépen, na most pici bulvár, mert rengeteg művészet, most már minden volt, színházad, operát, mindent végigjártunk. Pici bulvár, azt írja a Forbes magazin, hogy Magyarország legértékesebb celebje, és azért az utána következők is fontosak, ugye, mert nem Vévi Aurélióval volt, vagy nem tudom én, Baukó Évával volt versenyben, hanem Ákos, Frey Tamás, sorrendben mondom, a második Ákos, Frey Tamás, Friderikus Sándor és a ötödikként az egyetlen nő Liptai Klaudia. Tehát itt lett Alföldi Robert, a Forbes magazin szerint a number one celebritás, hogy ez milyen érzés. Biztos jó, vagy adtak egy elmondom, bázát, milyen érzés. Vagy valamit, nem. Vagy hogy... Fölhívott a magazin, és azt mondták, és pont ilyen érzés volt, hogy gratulálunk, mert te lettél az első ezen a versenyen, nem nagyon értjük. Ugyanis a szó hagyományos értelmében... Igen, a szó hagyományos értelmében nekem, tehát, hogy én itt nem... Tehát rossz a megfogalmazás. Tehát én kicsit meg is sértődtem, hogy mi az, hogy legértékesebb celeb. De hogy ez nagyon... Tehát ez abban a szempontból nagyon jó volt, hogy az a fajta konokságnak lehet, vagy hitelességnek, vagy nem tudom minek, hogy mész a magad útján, az úgy látszik, hogy valahogy... Mert hogy majdnem azt mondom, hogy nem emberek szavaztak. Szóval, tehát, hogy nem olvasók szavaztak, hanem hogy ilyen szakemberek. És akkor voltak ilyen táblázat, hogy reklámszakember, vagy szociológus, hogy nem tudom micsoda. Hogy akkor ez kvázi valódi érték. Biztos. Tehát ez valahogy ilyen, de hogy ilyen társadalmilag, vagy tudományosan próbálták, amennyire lehet egy ilyen dolgot földolgozni, vagy szavazni. Jó érzés volt, nem csodálkozom. Vagy nem csodálkozom. Mi sem csodálkozunk. Majd a szerénységről nyilván még lesz kérdés. Ha megtalálom, hogy hol. Rögtön el is lapoztam egy életre. Igen. Szóval nem is tudom, hogy mit akartam mondani. Az igazság, én sem, mert ellapoztam teljesen.
De van rajta, rajta számok, nem? Megtaláltam. Na, Bulvár, Forbes magazin, köszönjük. Járt ezzel valami egyébként, vagy csak ennyi? A szégyen. Nem, mert nem tudom, egy szép vázát nem adtak, nem. Hanem, hogy ilyen díját adó vagy. A magazin, Forbes magazin címlapja. Ez volt, a Forbes magazin tessék, címlapja. Hát azért az már valami az újságosnál reggel 6-kor, amikor az ember rád néz, az egy jó érzés. Rögtön. Na, kérem szépen, Bulvár, mit főz anyukád, amikor hazamész, mi Robi kedvenc kajája? Igazániból minden. Na de mi a... Ja. Ez milyen jó hipertállalni. Tehát mi az az egy, amire azt mondod, hogy anya, főz nekem egy lecsót, töltött csirkét. Most nagyon fogtok rögni. Az én egyik legkedvesebb kajám az az osztriga. Azt anyukám nem Ordason főz. Nagy osztriga farmok. Híres osztriga farmok vannak Ordason. Ez emberleg érthető. Hát mi legyen egy... De én nagyon szeretem az ilyen nagyon klasszikus kajákat, mint a csirkepörkölt nokedlival. Anyám nagyon jó madártejet főz, de hogy ilyen... Az osztriga. De ez nem baj egyébként, hát igen. Én még csak fényképpen láttam, de... Az én táncos női béremből ugye, hát na mindegy. Foci, ez egy rímes kérdés, ilyen sztereotíp fasság. Focisztál vagy babáztál gyerekkorodban? Nem fociztam. És volt nem... még 300 oldal a háború és békéből, úgy döntöttem. És nem babáztam. És egyiket sem. Na, ha már itt tartunk, akkor nyilván azért egy mondatot kell erről beszélnünk. A coming outról, hogy miért volt ezeket fontos? Nem nekem volt fontos. Na jó, de nem, nyilván nem a Brick magazinnak, vagy nem tudom. Nem. Tehát, hogy azért, vagy egyrészt nem. Szerintem mindenki abszolút azt mondta, hogy úristen, nem is gondoltuk. Tehát, híre nem ment a városba a dolognak. Igen, tehát szerintem senkinek nem volt egy nagy meglepetés. Másrészről meg kicsit... Egészség. Igaz. Igaz is. Igaz. Hogy mondjam, nekem ezzel sose volt bajom. Tehát én jól vagyok, köszönöm. Engem... tehát ugye nem... Nekem ez így természetes. És éppen ezért azt gondoltam, hogy ez az én magán ügyem, de aztán amikor így egyre inkább téma lett a magyar parlamentben, meg mindenhol, és egyre inkább ennek kapcsán már minden volt, már mindenki buzi volt, aki a Nemzetibe dolgozott 5 évig, igen, akkor egy idő után azt mondta, hogy menjetek anyátokba. Ez elég ellátszító volt, igen. Igen, tehát hogy volt egy olyan, hogy igen, ez van, és akkor van a következő mondat, vagy nem tudom, mit csinál. És én ezzel ezt úgy nagyjából le is zártam. Meg szerintem el kell ahhoz jutni, hogy az ember ezt ne azért csinálja, mert hogy jó, meg kell csinálni, hanem hogy azt a fajta dolgot tudja képviselni, ahogy én élek. Tehát, hogy nekem ez így van. De például anyukádat nem bántották ezzel? Anyukámat? Képzeld el, hogy nem értem. A testvértesókat, a családot. Hát ők aztán, ők is nagyon csodálkoztak. Nagyon érdekes ez a dolog, mert lehet, hogy aztán most ez, amit én mondok, ez minden szociológiai felmérésnek ellentmond. Az én családom az egy nagyon, nagyon egyszerű emberekből áll, vagy egy egyszerű zsellér család, vagy paraszt család, egy kis faluba. És egy rossz megjegyzés nem volt se nekem, se az anyámnak ezükben. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy téma, illetve nem tudom természetesen, egyszer nagy terem, hogy csinálni egyszer egy filmet a híres emberek, meg a meleg emberek szüleivel, tehát nem velük, hanem a szülőkkel. Hogy ez nekik milyen meccs saját magukkal, vagy mit kell saját magukkal csinálniuk, hogy ez valóban ennyire normális és természetes legyen nekik. Tehát nem tudom, hogy anyámat mennyire bántották, hogy biztos nem mondta, de hogy nem bántottak senki. Legalábbis tudtam volna nem. Mi az, amit még lehet tudni a te magánéletedről? Ennyit. Ennyit mondjam. Uh-huh. Nem pici, elég ez, mit akarsz többet meg? Tudok, de nem árulhatok el semmit. Na, Bulvár, én nekem hatalmas nagy szerelmem, most nem rólad lesz szó, hatalmas szerelmem Molnár Piroska,
Törőcsik Marit, dolgoztál velük, és nyilván nem ilyen nagyon intim pistában, de valamit mondjál Piroskáról például. Láttam a Nagy Füzet című filmet, nem tudom, hogy ki látta, és valami egészen elképesztő erejű az a nő. Te láttad ezt a Nagy Füzetet? Basszus, szóval amit, hát én nem, tehát igen, nem is tudok megszólalni. Tehát az olyan elképesztő volt, hogy Piroska cukorral iszza a kávét. Vagy nem tudod, hogy valamit mesélj róla. Valami. Muszáj. Mert imádom. Tehát, hogy egyszerűen... És a Töröcsik ugyanez. Mind a kettő egy csodálatos. Én egy méterre álltam a filmben, a Swingbe, Töröcsik Marittól, és akkor a leállások alatt hihetetlenül elkezdett ott pletykálni a lányokkal, nagyon édes volt, hozták nekik a széket, a vizet, kis takarót, nem tudom én, és belemált a szája, egy tündér volt, de hogy valamit nekem, csak nekem mesél. De mondom, persze nem ilyen nagyon intim dolgokat, de hát egy jó, idős hölgyről. Én nagyon szeretem a Fügét. Szó. És ugye, a Fügét, igen. És mint kiderült, Magyarországon nagyon sok felé terem a Füge. És próbáltuk azt hiszem a Mágnás Miskát Szegedre. És azt egy darabig itt Pesten próbáltuk. És a Piroskának van egy hatalmas fügefája. És minden reggel hozott nekem 6-8 darab Fügét. És akkor az úgy is indult, megjött, odaadta a Fügét. És amikor leköltöztünk Szegedre, akkor az első szegedi próbán megjelent a Piroska a 6 darab Fügével. És mondta, Piroska, hogy? És mondta, hogy ő teleszedett egy hűtőlánát, és ő ugyanúgy minden nap fog nekem hozni Fügét. Igen, ez ilyen. Ez ilyen, egy fantasztikus nő. Egyébként nagyon ritkán iszik kávét, és általában rejtvényt fejt. Rejtvényt fejt? Az jó, mert az igen, jó. Így van. Nagy karbantartó. Mari... Töröcsik Mari. Te az a Mari. Ő azt mondta nekem egyszer, illetve sokszor mondta, mert mindent sokszor mond, hogy azért, ha 40 évvel fiatalabb lennék, azért megpróbálkozni. Kis átnevelő tábor jelleggel. Az az igazság, hogy erre nagyon büszke voltam. Mert hogy gyönyörű nő volt egyébként, igen. Tehát egész elképes, még a Sós Imrével a Körhintába. Még, az akkor volt 16. Gyönyörű volt, egyszerűen nem tudom, szóval én halálosan szeretem. És nem tudom, most mondok valami elképesztő butaságot, már rég eszembe jutott, de most gondoltam, hogy akkor idefűzöm, és lehet, hogy egyszerűen sokat értem, amit mondok, de szerintem az új Töröcsik Mari, ez ilyen hülyeség, az új Töröcsik Mari az Eszenyi Enikő. Ha ránézek az Eszenyi Enikőre, én nekem mindig az jut eszembe, hogy basszus, ő az új Töröcsik. Jó, nem ő a Töröcsik Mari, és ezt elárulom neked, hogy színész, semmit se utál jobban. Mert ugye azt mondják neked, hogy te tök olyan vagy, mint a Tarvacsi de Iván. Nem. Teljesen. Olyan, csak, mintha a lelke vagy a reinkarnációja lenne. Nem, a Töröcsik az a Töröcsik, az Eszenyi meg az Eszenyi. De ezzel nem fogom mondani ezt az Eszenyinek, hogy ne legyen mérges. De majd én megmondom, hogy csak ezt mondtad. Csak tőled kérdezem. Nem, de a vérig nem sértettük azért ezzel. Nem hát hiszem. A Töröcsik mondnak lenni azért nem egy olyan nagyon nagy. Na mindegy, jó, akkor ez egy baromság, hagyjuk. Na, és még egy. Lejárt az időnk, de egy dologról még kell beszélni, de az három mondat. Ha nem lennél színész, ha nem lennél rendező, ha nem lennél bármi, akkor lehetnél, vagyis kitűnő festőművész. Hagyjál békén, és ugorjunk. És nem, én olvastam, hogy elkapkodják a képeidet, mint a cukor. De várj, az egy elkapkodják a képeimet. És hogy milyen összefüggésben van azzal, hogy jó festő vagyok. De azt szintén az nobizmus, hogy átvettem 2 millióért egy alföldit, vagy szóval nem tudom én. De erről nem engem kell megkérdezni, mert nem én veszem. De hogy te mi, de ezt gondolod, hogy hát ezek szar, de nem ezeknek valamit pa... Ezeknek valamit itt ide pöttyintek, úgyis megveszik, mert én vagyok az alföldi Robi. Nem, én lennél azért hát tisztességes, én rendesen megcsinálom. Csinálsz. Azt élvezem is, és én pontosan tudom azt, hogy az én képeim azok, hogy mondjam, tehát azok egy kicsit fejlettebb vizuális érzékről árulkodnak, és hogy én pontosan tudom, hogy mit jelent az, hogy festő. Az én nem vagyok, én egy hobbi festő vagyok. Nem rosszak a képeim, lehet velük együtt élni, de
Van a szobád falán, a eredeti alföldi? Erre szoktam azt válaszolni, bocsánat, nincs, mert nálam festőképe jó. Na, és akkor az utolsó kérdés kihagyhatatlan, elmaradhatatlan. X-faktor. Tehát, hogy... És mindent. A fiúk telefonszámát. Tehát, hogy... Hogy igen, hogy miért vállaltad el? Azt olvasom rendszeresen mindenhol, hogy egy nagy csodát, hogy ez nem egy tehetségkutató verseny, ez egy showműsor, ahol ezeket aztán jól kizsigellik, egy évig utána futtatják őket, lehúzzák a pénzt róluk, blábbis utána valakba rúgják, erígy amerre látsz, fiam, és meg lehet oldani velük a fókuszt, a nem tudom, mint saját műsorokat, a reggelibe be lehet őket hívni ingyi. Tehát, hogy de ezt nem én mondom, hát ezt olvasom, mert tudjátok, olvasott ember vagyok. Tehát, hogy te ez belülről, mert ezt mi kívülről nem lát, mi kívülről egy tökéletes profi pillanatra kitalált, összerakott dolgot látunk, mint tévénézők, olvassuk a negatív dolgokat, de hogy te, aki benne vagy, miért vállaltad például el? Mert azért ezt nem gondolom, hogy csak a pénzért ott ülsz 10 héten keresztül. Nagyon jókor jött, tehát nagyon jól esett a nemzeti után valami más csinálni, jól esett újra tévézni, és azért mégiscsak annyiban hasonló a munka, amennyiben munka, hogy fiatalokkal dolgozik az ember, vagy fiataloknak próbál segíteni. Igen, ezeket lehet olvasni, persze ez egy showműsor, ez egy nagyon profi showműsor, ezt nagyon profin csinálja körülbelül 300 ember, ebben nagyon sok pénz van, de egy kicsit a mélyére néz valaki annak, hogy... hogy nagyon sok embernek, és mondjuk ezeknek a srácoknak, akik most így a végén vannak, vagy akik az elmúlt pár hétben lehetett őket látni, hogy igenis ennek mindnek egy nagyon nagy lehetőség. És nem csak arra lehetőség, hogy majd most világhírű lesz, meg nem tudom micsoda, hanem hogy megváltozik az élete. És ezt 10 héten keresztül nem lehet úgy csinálni, hogy ezt téged valóban nem érdekel. Tehát valódi viszonyok születnek, ezek az emberek valóban akarnak valamit, ezek valóban bennem apai érzések kezdenek el működni, felelős vagyok értük, érdekel, hogy hogy vannak, hogy ettek-e, hogy ittak-e, hogy felöltöztek-e rendesen. Nem vicc, komolyan. Tehát, hogy ezek valódi érzelmi viszonyok, és látod, hogy milyen nagyon sokat jelent ez nekik. Nincs lejátszva üzenem mindenkinek. Abszolút nincs lejátszva, nem mondják meg, kinek kell nyerni, nem szólnak bele. Valamennyire azért tudják, hogy én hogy működöm, nem nagyon tudnék olyan műsorban dolgozni, ha megmondanák, hogy mit kell mondanom, vagy mit kell döntenem. Igen, a fülesre jön a mondatom. Nem mondják meg, abszolút szabad kezünk van, természetesen vannak egyeztetések, természetesen van az, hogy kinek mi áll jobban, stáb dolgozik, stylistok, koreográfusok, énektanárok. De azt nem, tehát ha valaki kiesik, akkor az nem lehet, hogy 30 meg 40 ember zokog hátul a takarásba. És ez a fodrász, az az öltöztető, az a sminkes, az a hangosító, az a világosító. Tehát, hogy ezek valódi helyzetek jönnek létre. És persze azt is lehet mondani, hogy használja őket a csatorna, kidobja, biztos lehetne sokkal emberibben használni. De mégis én azt gondolom, hogy annak mindenki a... Mindenki benne van az, hogy egy ilyen lehetőséggel hogyan él, vagy mi történik vele. És biztos nagyon sok bulvár része van, és fönn kell tartani a figyelmet, és nézettségi verseny van, és ez mindig az. Ez mindig az. De abszolút valódi helyzetek vannak ott, és valódi viszonyok alakulnak, és valódi tétje van, és valódi az egész helyzet. Nem hiszed el te sem. De abszolút. Abszolút. Tehát én nekem nincs azért rálátásom, mert tehát egyszer-kétszer, hogy voltam a környékén ennek a dolognak, csak mint érdeklődő néző. De igen, de abszolút elhiszem, mert ha ilyen szenvedéllyel lehet valamiről beszélni, ahogy most te, az csak igaz lehet. Másrészt meg, hogy miért vállaltam el, hogy tehát mondom, hogy nagyon jót tett az, hogy más csinálok, nagyon jót tett, hogy olyan világba csöppenek, amit egyáltalán nem ismerek, és az 5 év nemzeti, meg ott az utolsó egy másfél év után, szóval nagyon jó volt. Jó volt a dolog. Kicsit kiengedni az agyat. Hát drága barátaim, ennyi volt a mi eszünkbe jutott az én drága Pannimmal, mint egy 41 kérdésben. Úgyhogy nagyon szeretném megköszönni. Nem tudom, marad benned valami hiányérzet? Hogy érted ezt?
Hát hogy... akkor ez két kérdés. Tehát, hogy szerettél-e volna még, ha valamiről beszélünk, vagy azt mondod magadnak, basszus, minek jöttem ide? Nem, azt mondom magamnak, hogy jó volt itt. És kielégültünk, kerekek vagyunk. Igen. Köszönöm szépen! Boldog karácsony mindenkinek! Köszönjük szépen! Alföldi Róbert! Csókolom! Nagyon szépen köszönjük! Robika, ne hozzál zavarba! És gyertek jövőre is! A Brad Pitt lesz a vendégünk! Jövőre, de még nem biztos! Már dolgozunk rajta! Köszönjük szépen! Köszönjük! Igyunk egy jó limonádét!